Idén 263 millió ember süllyedhet mély szegénységbe, ami 33 óránként 1 millió embert jelent. Ezzel szemben a világjárvány alatt 573 új milliárdos született, vagyis 30 óránként 1, közölte az Oxfam Globális Jótékonysági Szervezet hétfőn, a világ politikai és üzleti elitjének davoszi találkozóján. A szervezet vezetője a gazdagok megadóztatására szólított fel. Látjuk a problémákat, érzékeljük a válságok különböző szintjeit, ami nyomasztó, de mégis van benne valami reményt adó üzenet, ez pedig nem más, mint hogy van pénz. Van, csak nincs jól elosztva. És léteznek olyan intézkedések, amelyek ezeket az egyenlőtlenségeket orvosolhatják, mondja az intézet ügyvezető igazgatója. A milliómosok esetében az alacsony 2%-os adót 5%-osra emelhetjük. Ezzel elegendő pénz lenne ahhoz, hogy ezt a mély társadalmi problémát kezeljük. Davosban az összegyűlt gazdasági elit egy része támogatja a gazdagok megadóztatását. Baloldali aktivisták vonultak az utcákra, hogy világszerte igazságosabb adórendszert követeljenek.